Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit ebben az esztendőben utoljára. József Attila emlékülést tartottak a költő halálának 80. évfordulója alkalmából a Városháza dísztermében. A rendezvényen a költő életének és munkásságának kutatói idézték meg József Attila verseit azok elemzésein keresztül. Költő vagyok. Mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha érekelne az éjjel folyó csillaga. Az idő lassan elszivárok. Nem lógok a mesék tején. Pörpintek valódi világot habzó éggel a tetején. Szép a forrás, fürödni abban. A nyugalom, a remegés, egymás ölelés, kél a habban, kecsesen okos cselegés. Más költők, mi gondom ezekkel? Mocskolván magukat szedjük koholt képekkel és szeszekkel, mi melyen mámot mindegyik. Én túllépek-e mai kocsmán? Az értelemig és tovább. Szabad ésszel nem adom ocsmánymódon a szolga ostobát. Ehes, ihas, ölelhes, alhas, a mindenséggel mért magad. József Attila költészete, élete a mai napig hatással van a magyar emberekre. Minden felsőbb tagozatos diák és felnőtt tud legalább egy verset idézni a költőtől, aki bár fiatalon halt meg, rengeteg művet hagyott hátra, amelyek még ma is üzennek. Ilyen költőről van szó, aki a 20. században biztosra veszem, hogy a legnagyobb hatással volt egyáltalán a költőtársakra, a költő utódokra, és kitörölhetetlen az ő tevékenysége a 20. századi, nem csak magyar, de európai kultúrából is. Nagyon érdekes az ő pályája. Éppen Tverruta György mondta egy interjúban, hogy ezer arcú költészet, mert nagyon sok minden benne találtatik. Benne találtatik az, hogy a avantgárd is hatott rá a korai korszakokban. Petőfi András erről fog beszélni többek között. A népköltészet, a filozófikus gondolkodás, nagyon sok minden. Nem beszélve az Isten kereső verseiről, amelyekről az utóbbi időben beszélnek inkább többet, hiszen korábban volt egy egysíkú kép József Attiláról, a forradalmár költő, ami természetesen létezett. A favágót szokták annak idején nagyon sokszor citálni, döntsd a tőkét, ne silánkozz, csak hát én sokkal bonyolultabb és összetettebb ez a költészet. Azt szoktam én is mondani, hogy a 20. század minden szellemi áramlatában megfürdött, ha úgy tetszik, és ez az útkeresés, ez a ugyanakkor nagyon tragikus sors, ez nagyon megkapó és meghatározó a számunkra. Az emlékülésre olyan irodalomtörténészek érkeztek, akik József Attila életét és költészetét kutatják. Tverdota György bár a halál évforduló kapcsán szervezték meg az emlékülést, 7-szer szüljön meg az anyád címmel arról beszélt, mennyire és milyen módon foglalkoztatta a születése a költőt. Akarok írni József Attilára egy monográfiát, illetve hát lényegében már el is kezdtem, és a születésével kezdem, és tehát az élet első ténye a születés, és valamilyen okból, amit nehéz megmondani, én magam is se tudom, számomra is rejtély, József Attilát rendkívül intenzíven foglalkoztatta a saját születése. Számos versében visszatér erre a kérdésre, a születésnek a körülményeire. Természetesen nem csak magát a tényt, mert a tényről nincs sok mondani való, hanem e köré legendákat, mitoszokat sző, hogy ő hogy született. Amikor születtem, kezemben kés volt, mondja az egyik versében. Egy másik versében pedig, mintha a tenger kivetette volna, és a partra vetette volna, úgy született. Egy harmadikban pedig, mintha kvázi egy bűncselekményt követett volna el, és 9 hónapi vizsgálati fogság után örökös munkára ítélték volna. Tehát rengeteg példa van a költészetében arra, hogy a születésének a ténye foglalkoztatta őt, és ezek közül az egyik az, amelyikből a címet választottam, a 7. című vers. Ugye, ha e világon, ha üszt anyád, 7-szer szüljön meg az anyád, ugye egy egész strófa szól arról, hogy hogyan kell megszületnie az embernek. Petőc András költő, József Attila és Kassák Lajos, illetve az avantgárd viszonyáról beszélt az emlékülésen jelenlévőknek. 1925-ben találkozott először József Attila Kassák Lajossal Bécsben, amikor Kassák bécsi emigrációjában élt,
És hát a fiatal ember, a 19-20 éves fiatal költő, aki már két kötettel rendelkezett ebben az időszakban, a Kassák hatására elkezdett avantgárd verseket írni. Tehát József Attilának van egy avantgárd korszaka. Körülbelül azt lehet mondani, hogy nem 25-ben kezdődött, ez 24-ben már elkezdődött ez a kis avantgárd korszak, amikor szabad verseket írt, 25-26-ban is. Nagy lélegzetű, hosszú sorokból álló szabad verseket. Ezek gyönyörű versek egyébként. 19-20 éves fiatalemberről van szó, de fantasztikusan szép verseket írt. Igazából ezzel a kis József Attilának ezzel az életszakaszával foglalkozom. Borzasztó érdekes, amikor az anekdota szerint, amikor találkoztak és megmutatta az akkori verseit József Attila Kassák Lajosnak, akkor Kassák, aki egész életében palócosan beszélt, mert ő palóc volt, ugye felvidéki származású érsekújvári volt, a következőt mondta állítólag, hogy maga már jobb Kassák verseket ír, mint én magam. Állítólag ez volt a megnyilvánulása. Biztos, hogy Kassák, aki nagyon érzékeny volt a tehetségre, rögtön felismerte, hogy itt egy nagy szabású tehetségről van szó. Sebők Melinda irodalomtörténész a legmélyebb és a legtörékenyebb címmel József Attila költészetének továbbéléséről, a mai művészetre gyakorolt hatásáról tartott előadást. József Attila költészetének, illetve hatástörténetének gazdagsága tulajdonképpen nem csak a szöveghagyomány folytatásában, hanem a költő alakjának, arculatának felidézésében, portréversek sorozatában, illetve a posztmodern költészet stílus imitációs játékaiban is fellelhető. Pilinszky Jánostól Tangori Dezsónát, Nagy Lászlóig, Juhász Ferencig, Orbán Ottóig, Vasadi Péterig sorolhatnánk azokat a költői életműveket, akik tulajdonképpen a József Attilai életút küzdelmét ifjú szívekben élesztették újjá. József Attila költészete valóban tovább él, és a mai művekben is felfedezhető a belőle merülő erő. Ahogy Hegerűs Géza írta, minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába, minden, ami azóta van, vele kezdődik. A Vörösmarty Színházban rendezett gálaestel búcsúzott a Kodály emlékév Székesfehérvártól. A záróhangversenyen Ács János vezényletével a Mester Székely Fonó című daljátékát hallhatták a klasszikus zene szerelmesei. A Vörösmarty Színházban méltó módon búcsúzott a Kodály emlékévtől Székesfehérvár. A gálaesten a Mester örökbecsű daljátéka, a Székely Fonó dallamai csendültek fel. Az országos emlékéven belül azért éreztük mi fontosnak, hogy itt Székesfehérváron meghirdessük a magunk fehérvári Kodály emlékévét, mert Kodály Zoltánnak, a Kodály Zoltán általános iskola elődjével, az Énekzenei Általános Iskolával annó nagyon szoros kapcsolata volt az ott tanítókkal, hogy nevesítsük is Mihály Gyuláné Eszti nénivel, különösen nem csak szakmai, hanem kifejezetten baráti kapcsolatot is ápoltak ők egymással. És hát én azt gondolom, hogy minden, ha most körülnézünk magunk körül, minden, ami ma a fehérvári énekzenei életünk, az tulajdonképpen az akkori énekzenei iskolából fakad, az a gyökere. Úgyhogy meghirdettük ezt az emlékévet, és azt kell mondjam, hogy most, hogy így visszatekintünk, hát gondoltuk, hogy ez nagyon szép lesz, de hogy ilyen hihetetlen erő lesz, és ilyen hihetetlen összefogás, azt magam sem gondoltam az elején. Mindenki, kórusaink, kicsik és nagyok, iskolák, a Kossuth, a Herman, a Kodály, a Csitári, konferenciák, koncertek, hangversenyek, Ács János karnagy, szóval csak sorolni tudnám, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és hát csak részben zárjuk ezt ma este le, hiszen elkészítettünk egy kis kötetet, egy kis kiadványt is, amit most itt a közönségnek ajándékként ki is fogunk osztani, de van még belőle, úgyhogy aki szeretne, hozzá fog tudni jutni, amiben megörökítettük ezt az egész mögöttünk álló gyönyörű évet. Varga Tamás országgyűlési képviselő büszkeségének adott hangot, hogy Székesfehérvár zenei életének képviselői Kodály Zoltánra, a magyar kultúra óriására emlékezve megerősítették a város elkötelezettségét. Nem szabad, hogy ezzel az emlékével lezáruljon valóban Kodály Zoltánra való emlékezés, hogy Kodály örökségének a továbbvitele. Egy emlékév azért jó, hogy ráirányítsa a figyelmet valamire, ami számunkra fontos, nekünk fehérváriaknak is fontos. Kodály Zoltán életműve fontos, a Székely Fonó, amit ma este hallani fogunk, amiről a mester maga írta, hogy azért írta ezt a művet, hogy a világnak meg tudja mutatni, hogy mi a magyarság.
és azért is fontos Kodály Zoltán életműve, mert ráirányítja a figyelmet arra, hogy még többet kell tennünk azért, hogy ezt az életművet a magunkénak érezzük, hiszen ez nem csak a magyarság nagy értéke, hanem a világ is, hiszen ez az egyetemes zenei énekzene képzés alapja, amit Kodály Zoltán örökül hagyott ránk. Hartyáni Judit a Kodály Társaság alelnökeként hitettett amellett, hogy az emlékév megidézte Kodály nemzetteremtő elveit, a tanító felemelő életútját. Egy gyönyörű évet zárhatunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy ide eljutottunk, és az első koncerten a Psalmus Hungaricus szólalhatott meg, ami egy mondhatjuk kantáta, és az utolsó előadás pedig egy színházi előadás, tulajdonképpen egy opera színpadra készített előadás, a Székelyfonó, Székelydalok csokra tulajdonképpen, tehát két emblematikus mű megszólal. De az év folyamán hallhattuk a Hár Jánost, és nagyon sok kórusművet, különösen vegyeskari műveket, de gyerekkar és nőikar is énekelt a hatalmas repertoárból. És ehhez még azt szeretném mondani, hogy amiket itt komponált Székesfehérváron a zeneszerző, azok is megszólaltak itt, ez direkt programja is volt az évnek. Szabó Balázs zenetörténészként segítette az emlékév nagyívű programjainak megvalósítását, amelyet előadások, koncertek tettek sokszínűvé, hitelessé. Várakozásainkat fölülmúlóan gazdagra és szépre sikeredett, és főleg a gazdagságot szeretném most hangsúlyozni, hiszen nagyon sokféle hangverseny mellett tudományos előadásokra, pedagógiai konferenciákra is sor került, tehát azt gondolom, hogy aki végigkövette ezeket az eseményeket, azok valóban minden oldalról és nagyon sokféle szemszögből találkozhatott Kodály Zoltán életművével. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekarra programsorozat záró eseményén Kodály Zoltán Székelyfonó című a magyar népdalkincs felhasználásával született örökbecsű daljátékával búcsúzott az emlékévtől. Ez egy csodálatos megtiszteltetés, hogy ezt játszhatjuk, ezt a darabot. Szerintem egy méltatlanul keveset játszott műről van szó Európa szerte. Azt gondolom, hogy ez ellen akkor tudunk tenni, hogy egy egyetemes megközelítéssel játsszuk ezt a darabot. Igaz, ez nem olyan egyszerű, mert valóban egy népdalfüzérről van szó, és minden egyes motívum újra és újra megszólít bennünket, meglágyítja a lelkünket, és jönnek azok a gyönyörű élmények, amiket egy-egy táncházban vagy a népi hagyománnyal találkozva átéltünk így a zenekarban. Ez a darab úgy gondolom, hogy ennél még többet tartalmaz, és ez a csodálatos számunkra. Úgy gondolom, hogy mivel igen, egy daljátékról van szó, de valójában ez egy szabadító opera, és ezért szerintem a mondani valót itt is kereshetjük. Ez olyan, mintha ez a kicsit a mi fidéliunk is lenne, annak ellenére, hogy persze egy hargitát képzelek el, amikor ezt játszom, gyönyörű tájat, tényleg jönnek az érzéseink, de szerintem ezzel tudunk ennek a darabnak még egy plusz érzelmi töltetet adni. Szofoklész Ödipusz trilógiájából született a Halál Thébában című dráma. John Fossé művét Horváth Csaba rendezésében mutatták be a Vörösmarty Színházban. Ha nem is te ölted meg, de te terveltek ki a gyilkosságot. A Vörösmarty Színházban is bemutatták John Fossé Halál Thébában című drámáját, amely Szofoklész trilógiája az Ödipusz Kolonoszban és az Antigone alapján született. A Halál Thébában felöleli a három Szofoklész tragédiát, és végigvezeti a nézőt Ödipusz sorsán, felesége, lánya, fiai, családja halálán. Fossé szikár fenséget sugárzó dialógusai, szűkszavú tómondatokból összefésült eszköztelenségéhez pontosan illeszkedik a rendező Horváth Csaba egyedi és eredeti mozgás színházi világa. Ez az átirat, ez valóban egyszerre szikár és fenséges, tehát nem volt szándékom semmifajta olyan felesleges vagy túlságosan teatrális eszközzel élni, ami elviszi a hangsúlyt erről a nagyon erős és tömör drámai átiratról. Azt állítok, hogy én vagyok a városi rendőrös.
Vajon ezt valaki mástól hallotta? Hatta, hogy egy jós beszél helyesen. Senki a világon nem képes jósolni. Kádas József Ödipusz szerepében egyszerre fogalmazza meg az eredeti darab klasszikus vonulatában rejlő lehetőségeket és a modern határvonalán mozgó, különleges, pattanásig feszülő érzelmek találkozását. Ez egy olyan anyag, amivel szerintem érdemes foglalkozni, és érdemes időt szenni rá nézőként is, és előadóként is. Illetve, hogyha a szövegről beszélünk, akkor elárulok egy belső információt, hogy nincsenek írásjelek a szövegkönyvben. Tehát sem pont, sem vesző, sem kérdőjel, sem felkiáltójel. Ez egy elég komoly szabadságot biztosít a színész számára, hogy hogyan tesz fel egy kérdést, vagy hogy ezt kérdésként fogalmazza meg azt a mondatot. És ez elég izgalmas feladat. Antigone alakját Horváth Csaba, Kis Diana Magdolna szárnyaló tehetségére szabta, aki olyan magától értetődő mélységes egyszerűséggel mutatja meg a darab tűpontos teljességét, egy családi tragédia történetét, hogy nem lett kétségünk felőle, megteszi, amire fogadalma hívja. Kulcsmondatai tisztasága okán hiszünk neki, hogy könnyek nélkül indul a sziklába. Ez a fajta rövid mondatokban, tűmondatokban való fogalmazás, és ez a vadsága ennek a nőnek, ez sokkal közelebb áll hozzám, mint a szofoklészi Antigone. És a zártság, a mozdulatok minimalizáltsága az segít abban, hogy megalkothassam ezt a nőt, aki aztán majd leszek a színpadon. Nincs annál fagyosabb, mint egy rossz nővel megosztani az ágyadat. Kedvesd el magadtól ezt a lány, mint legáldázat ellenségedet. Hirtling István kreon bőrében a döntés felelősségét hitelesen megélő kegyetlen zsarnok, amikor lehet, és filozófikus, amikor kell. De meggyőződésem, hogy az élet is ugyanilyen szűkszavú, és ilyen szikár. És ezeket a nagyon-nagyon tömörre fogalmazott mondatokat, és nagyon-nagyon nagy bárcsapásokkal letisztított tömböket, csak így szabad megfogalmazni. Ahogy a próbák kezdetén beszélgettünk róla, ez egy rendkívül szikár és nagyon-nagyon durva tér. És ebben nagyobb lehetősége van a színészeknek, a játszóknak, az érzelmi kitárulkozásra. Viszont a közelség ugyanakkor nagy féket jelent, illetve igen, szóval ő kötelezi a színészt a fékek állandó behúzására. Elvesztettük két fivérünk. Egymás kezétől. Egyszerre haltak meg. Iszméné Antigone testvérének alakját Varga Lili formálta meg kitűnően olyan felemelő természetességgel, amely hitelesen rajzolja meg a lélekben megbúvó kettősséget. Én kívülről is néztem olyan jelenetet, amiben például nem vagyok benne így a próbákon. És én azt érzem például, hogyha most lennék diák, akkor nagyon hálás lennék ennek az előadásnak, és azért, mert megérthetném. Tehát, hogy olyan dolgok, amiket mondjuk akár a szofoklészi átiratban nem feltétlenül ért az ember, azt megérti, mert Fosse világa, vagy ahogy megírta ez az átirat, ez nagyon személyi központú. Tehát, hogy sokkal tömörebb, és nagyon személyi központú, és nem, tehát nagyon sok fel elviszi a szofoklészi írása a történetet, és nagyon sok benne az isteni, meg a kar jelenlét, meg az egész, és itt pedig annyira, tehát hogy a személyeknek az Istenhez való viszonya is megjelenik ebben, csak tömörebben, tehát a történetre fókuszál. Az időtálló történet az új köntösbe bújtatott tragédiába hajló drámai helyzetek darabja egyszerre mutatja be a színpad mindenek felettiségét és a 21. századra is érvényes költőiséget. Hanyatló szárnyoló címmel nyílt meg a Csók István képtárban Párkányi Rab Péter kiállítása. Az eddigi életművet bemutató tárlaton leplezték le a zenegép sorozatot is. A két nagyméretű szoborban álló alkotás Székesfehérváron látható először. A
Csatló szárnyaló címet viselő tárlat egy komplex anyagot vonultat fel. A kiinduló elem az épület előtt elhelyezett 4 méteres hanyatló című szobor, amely a mellette látható több mint 100 négyzetméteres printen stilizált mozgással felemelkedik, szárnyalni kezd. Ennek a szimbóluma a közösség, a nemzetnek az állapota, fejlődése és haladás iránya, mondhatjuk így. Azt a fehér lovat, vagy magyar nemzetet jelképezi, mely sok-sok küzdelem és hányattatás után tetszhalott állapotból fölegyenesedik, büszkén kihúzza magát, és elindul az ég felé, hogy Istentől rendelt sorsát beteljesítse. Ez ugye az idén 50 esztendős Párkányira Péternek az eddigi életművét összegző kiállítás. Mi volt a kurátornak a válogatás szempontja, hogyan állított össze a tárlatot? Hát nagyon könnyű dolgom volt, Párkányi Péternek egy teljes és komplex kerekvilága van. Gyakorlatilag egész fiatal korától mostanáig minden műve kapcsolódik egymáshoz, hallatlan, konzekvensen építkezett életművében, úgyhogy minden műtány minden másik mellé tehető. Ennek ellenére azért 3 műtárcsoportot jelentettünk meg. Egyrészt a szobrok jelentek meg, ugye, mint ami a legmarkánsabb az életművében. Olyan fotók, amik sajátosak és egyediek, mert inkább egy kétdimenziós szobornak nevezném őket, és hát azért megmutatjuk azt is, hogy a művész nagyon tud rajzolni. Zenegépek verklik, 10 éve kezdett el ezzel a sorozattal foglalkozni az alkotó. A zenegép sorozatot ezen a tárlaton leplezték le, ugyanis a 2 nagyméretű szoborból álló alkotás Székesfehérváron látható először. Kb. 10 éve dolgozom egy szobortípuson, zenegépek verklik. Ez a két műfajt, két irányzatot, a szobrászat két irányzatát ötvözi. A kinetikus szobrokat, a mozgó szobrokat, illetve a figurális szobrokat. A mozgó szobrászat az egy műfaj, ennek nagyon sok képviselője van a világon, a hazánkban is. Ez annyiban ad újat, hogy itt valóban beépítettem ezeket a figurális elemeket, amelyek számomra nagyon fontosak, és én tulajdonképpen a mai napig figurális szobrásznak tartom magam. Mi volt az apropója, illetve mi az a komplex üzenet, ami mentén ez a kiállítás megvalósult? Hogyha az üzenetet keresem, akkor az üzenet a kiállítás címében rejlik, illetve 2 műben, ami a kiállítás címét adja. Hanyatló szárnyaló. A hanyatló az egy 4 méter magas bronzszobor. Egy korai munkám, egy olyan 25 éves történet, még a főiskolán készítettem. Ez a szobor az akkori életérzésemet tükrözi, illetve azt, hogy mit gondoltam akkor a világról, mit láttam magam körül. Átvitt értelemben pedig a magyarság állapotát, helyzetét, egy ilyen tetszalott állapotot mutat be. A kiállításra készült egy másik műalkotás, ez egy friss mű, egy grafika, egy rajz. Ez került felnagyításra és került fel az épületnek a főhomlokzatára, ennek adtuk a szárnyaló címet. Ez pedig egy üzenet, egy remény, hogy a tetszhalott állapotból föl lehet kelni, fel lehet állni, és a magyarság akár még nagy tettekre is alkalmas lehet. Ez egy összegző tárlat, és hát Párkányi Rappétert szobrászművészként ismerik a legtöbben, de hát a fotóművészet mestjén is dolgozik, sőt, festőművésznek is készült volna, hogyha jól tudom. Igen, valamikor festőművésznek készültem, úgy lettem grafikus, majd szobrász. A Mekióra valóban így lettem kiírva, hogy szobrászművész és fotóművész, ami elején tiltakoztam. Én valójában szobrásznak tartom magam. Szeretem, ha szobrásznak, és még ráadásul nem is szobrászművésznek, csak szobrásznak szólítanak. Fotók, amik tulajdonképpen kétdimenziós szobrok mégiscsak. Igen, ezek tulajdonképp szobortervek. A
az új szobortípusomnak, a zeneképp szobroknak egy ilyen előtanulmánya, egy ilyen játék, egy ilyen útkeresés. Szobrok, grafikák, nagyméretű fotók és fotómontázs is helyet kapott a kiállító helységekben. Több mint 50 1989 és 2017 közötti időszakban készült alkotáson keresztül idézik fel az 50 éves Párkányi Rapp Péter alkotói korszakait. Kedves nézőink, köszönöm egész évi megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk januárban. Minden jót kívánok, áldott békés karácsonyt, viszontlátásra!